a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság elnöksége idén a nemrégiben elhunyt Kovács Csilla okleveles, szakvizsgázott gyógypedagógus logopédus részére adományozta a Kempelen Farkas emlékérmet. 1968 óta létezik ez a díj, és olyan ember kapja, aki az előadásaival, a tudományos munkájával, és nem utolsó sorban a társaságért végzett munkával kitűnik a többiek közül, és Csilla ilyen volt. Ő volt a társaság pénztárosa, nem egy hálás feladat, de ő ezt nagyon jól csinálta, és nagyon szívesen. És nagyon rosszul esik nekem, hogy így kell ezt a díjat nem is az ő kezébe adni, hanem csak a fia kezébe, mert sokkal jobb lett volna, hogyha ezt még életében megkaphatta volna. Én nagyon jól emlékszem Csillára főiskolai hallgatókorából, nekem hallgatóm volt, én voltam a gyakorlatvezető tanára, és úgy előttem van az a fiatal, 20 éves, szép szőke, kékszemű lány, hogy hát nagyon-nagyon sajnálom. Az elismerést Csilla fia vette át dr. Juhász Ágnestől szeptember 22-én. A díj névadójáról, Kempelen Farkasról sokan nem tudják, hogy több találmány is fűződik a nevéhez. Kempelen Farkas az egy olyan magyar ember volt, akire nekünk büszkének kéne lenni, és ami a legérdekesebb, hogy mindenki, aki valamit hallott vagy tudott róla, arról a híres sakkozó automatáról tud, holott Kempelen Farkas volt gyakorlatilag az első magyar logopédus. Az egyik könyvébe leírta, hogy a szomszédba levő cselédlányok közül az egyik racsolt, a másik pösze volt, és ő foglalkozott velük. Ugyanakkor például ő egy magyar jogászember volt, de teljesen tisztában volt az emberi hangképzéssel, és 100 évvel a gégetükör felfedezése előtt, és 200 évvel a szintetikus beszéd előállítása előtt már egy beszélőgépet csinált. És az a gép nem túl szépen, de észre lehetett venni, hogy beszél. A megemlékező beszélgetésen Csilla kollégái és barátai is részt vettek. Tulajdonképpen Csilla volt a legjobb barátnőm. És ez azért érdekes, mert én az egyetemen tanítottam őt beszédkortanra, aztán utána járt hozzám továbbképzésre, aztán kivettem a manduláját, és aztán rendszeresen együtt nyaraltunk a Balatonon. Tehát ha valaki Csilláról dolgokat tud mondani, az én vagyok. Ő egy különleges személyiség volt, aki mindent a maga erejéből, de semmit sem a maga javára teremtett. Hát már eleve, hogy az egyetlen fiú gyermekét úgy nevelte édesapja halála után, hogy teljesen egyedül. És mindent megteremtett ennek a fiú gyereknek, hogy ez ne érezze, hogy ő csak egy anyának a gyereke, és egyedül nevelik. A munkájában pedig az volt a legcsodálatosabb, hogy az, hogy ő tanult és mindenfélét elvégzett, különböző tanfolyamokat, magas rangú tanfolyamokat, mindig az volt a lényeg, hogy ahol ő dolgozott, azoknak a helyeknek a gyerekei a legjobb és a legkorszerűbb ellátást kapják. Először is szeretetet, mert annyira szerette a gyerekeket, és a gyerekek érezték, hogy amit ő csinál, amit ő mond, amit ő tesz, az minden az ő javukra válik. Soha nem volt rossz kedvű, soha nem volt fáradt. Ezt legalábbis a gyerekek azt hitték, pedig mindig az volt, mert reggeltől estig mindig dolgozott és hajtotta magát. De amikor a gyerekekkel szembeült, akkor ő a nyugalom élő szobra volt, akitől igazán lehet tanulni.